Közel két éve mutatták be a távmeghallgatásra kialakított tárgyalótermet a szexuális törvényszéken. Most a koronavírus miatt szinte csak ilyen rendszeren keresztül lehet tárgyalásokat tartani, és csak a legindokoltabb esetekben, például ha a bírónak letartóztatásról vagy távoltartásról kell döntenie, ha pedig mégis meg kell egy tárgyalást tartani, akkor nagyon szigorú biztonsági előírások szerint lehet csak. A bíró először kikérdezi az érintetteket, hogy vannak-e tüneteik, és hogy jártak-e külföldön, csak ezután kezdődhet a tárgyalás. Március 16-a óta zárva a bíróságok ajtaja, ügyfelek az előtérnél beljebb nem léphetnek. A bírók viszont dolgoznak, ezért például a polgári peres ügyeknél érvényes határidők továbbra is érvényben vannak, és az ügyfelek beadványait is várják. Továbbra is lehet a bírósághoz fordulni, bármilyen ügyben keresetet lehet benyújtani, illetve bármilyen beadványt be lehet adni. Ennek elsődleges formája az elektronikus ügyintézés. Erről bővebben a bíróság.hu honlapon lehet olvasni, illetve fontos, hogy aki hozzánk fordul elektronikusan, ügyfélkapu, vagy cégkapu, vagy hivatali kapu regisztrációval kell rendelkezzen. Ezt pedig a magyarország.hu honlapon lehet utána nézni, hogy hogyan is lehet ezeket kezdeményezni. A beadványokat lehetőleg online vagy postán, esetleg az épületek előtereiben elhelyezett gyűjtőládákban várják a bírók. A hagyományos levelek esetén viszont kisebb csúszásra kell készülni, mert a beérkezett papírokat először 7 napra levélkaranténba helyezik. Vannak soron kívüli ügyek, például letartóztatás, távoltartás és egyéb soron kívüli ügyek, amelyek nem helyezhetők természetesen 7 napra karanténba. Az ügyfél, ha papír alapon nyújtja be, felhívnám a figyelmet rá, hogy írják le a borítékra jól olvashatóan és tüntessék fel rajta, hogy soron kívül, illetve milyen ügyben kívánnak beadványt benyújtani, mert ez alapján fogjuk válogatni azt, hogy melyik iratot bontjuk ki, illetve melyiket karanténozzuk. A bíróságokon elrendelt rendkívüli intézkedések a veszélyhelyzet visszavonásáig maradnak érvényben.